Az óbecsei Újfalu kispiacán megfigyeltek alapján a gyümölcs és zöldségféle beszerzése a télire való eltevéséhez már javában tart. A legaktuálisabbak továbbra is a gyümölcsök, melyekből polgártársaink dzsemet, lekvárt és édeset készítenek, míg a zöldségfélék valamikor szeptember közepétől kerülnek az üvegekbe. Hát a termések azok változóak. A paradicsom az idén nem nagyon jó termett, az uborkának jó termése volt, a paprika is nagyon jó. Télire nem kezdték el tenni az asszonyok, majd kicsikét később, de már elkezdték, most már vásárolják a turciának valót, uborkát is. A termésekkel meg vagyunk elégedve. Az eladással is jó, ha jó az embernek a terménye, akkor az eladás is megfelelő. Még nagyon meleg van. Úgyhogy még nem kezdik el savanyítani az asszonyok a télire valót, mert még meleg van, még jobban elromlik. A piacon a krumplit 30-tól 50 dináros kilogramonkénti áron lehet megvenni. Az 5 kilós zsák ára 200 dinár. A 10 kilós zsák burgonyáért pedig 350 dinárt kérnek az eladók. A hagyma ára 50 dinár, a sárgarépáért körülbelül 50 dinárt kell fizetni kilogramonként. A paprika ára 80-tól 120 dinár között mozog, a paradicsom kilójáért pedig 70-től 80 dinárt kérnek. A befőzni való paradicsom körülbelül 50 dinárért kapható, de kínálatban szerepel passzírozott paradicsomlé is, melynek literenkénti ára 50 és 60 dinár között mozog. 80-tól 100 dináros kilogramonkénti áron lehet uborkát venni. A zöld saláta darabjának ára 40 dinár, míg az édes kukorica csövenkénti ára 10 és 25 dinár közötti. Az édes télire való már jobbára az éléskamrákban van. Jelenleg aktuális a szilva, melyből sokan készítenek lekvárt. Az árak nem változtak, ugyanannyiba kerül minden, mint tavaly is. A legnépszerűbb most a szilva, amit leginkább befőzésre vásárolnak. De van néhány fajtája, amit evésre visznek. Az áruk 80-tól 100 dinár között mozog. A szilva mellett a piacokon található még sárga barack is, de ezek már az utolsó darabok. És mivel idén nagyon gyenge volt a termés, ezért az ára is elég magas volt. Ezek már az utolsó darabok, már nem is nagyon lehet kapni. A többit csak a hűtőházakból lehet majd beszerezni. Milyen volt az idei termés? Semmilyen. Nagyon gyenge volt. Az időjárási viszonyok miatt semmilyennek mondható a termés, és nagyon magas ára volt a sárga baracknak, 200 dinártól felfelé. Ami a többi gyümölcsárát illeti, az alma 40 és 70 dinár között mozog, a szőlő kilogramja 100 dinárba kerül. Őszi barack kapható már 40 dinárért, de 150-ért is, a fajtájától és a nagyságától függően, míg a körte ára 120 dinár.